Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Hétvégi szerelmi jóslás április 18-áig. Mielőtt kezdenék ezzel a jóslással, megemlíteném a heti akciót. Ezt a heti akciós jóslást megrendelhetitek április 25-ig, mégpedig fele áron. Ebben van egy szerelmi kirakás, ahol feltesszük a kérdést, hogy szeret-e ő téged, tehát egy szerelmi kirakás, és ezúttal nem asztrológia, hanem megnézzük azt, hogy mit jelent az ő neve. Nem kell félnetek, az ő neve nem lesz itt a nyilvánosságon, tehát a videó az marad anonim, de elmondom azt, hogy mit jelent az ő neve, és hogy hat rád, hogy hat ki a szerelmi élet területére. Hogy melyik nevet válasszátok? A teljes nevet, vagy csak a családi nevét, az is lehet, hogy a kereszt nevét, de adhattok egy becenevet is. Az a fontos, hogy melyik név hat rád. Mi érint meg téged? Hallgass az érzelmeidre. Átküldöd nekem az ő nevét, és ennél a jóslásnál akkor közlöm veled, hogy mit közöl veled ez a név, mit jelent számodra. Azt is megtehetjük, hogy a te nevedet és az ő nevét összehasonlítjuk. Tehát jelentkezhettek erre az akciós jóslásra. A díjam ennél a jóslásnál 4250 forint, és most megtekintjük a kártyákat, mi várható a hétvégén. Ott felül látható az uralkodó. Az elképzelhető, hogy valaki megpróbál parancsolgatni neked, uralkodni feletted, de azt is jelentheti, mint szimbolikus kép, hogy uralkodj a gondolataid felett, uralkodj az érzelmeid felett, uralkodj a helyzet felett. Az uralkodó alatt látható két hölgy, olyanok, mint az ikrek. Ennek van egy szimbolikus jelentése, mert ők mutatják a kelyheket, és a kelyheknél érzelmekről van szó. Természetesen rólad és a lelki társadról. Itt megvan az egyhang, és lehet, hogy uralkodtok a helyzet felett, lesz itt közeledés. A harmadik képen láthatunk egy nagy fát a virágos kertben, és ez mutatja a nagyságotokat, ez látható, és amit ez a kép még jelent, itt gyümölcsözik valami, lesz termékenység, ezt jelenti ez a félbe vágott alma. És most megtekintjük azt, hogy mi várható a szombati napon. Ott felül látható egy hölgy, és az téged szimbolizál. Ezen a képen érezhető a tűz eleme, tehát mutatja a bátorságodat, a lelkesedést, a testi kapcsolatot is, és ez a növény jelenti azt, itt kivirágzik valami. Viszont vannak még korlátozások, erre utal a 9-es szám. Vagy azért, mert vannak félelmeid, hogy ő elutasít téged, vagy lesznek nehézségek. Tedd át magadat ezeken az érzelmeken. Bízz abban, hogy lesz közeledés. És erre utal az a férfi, ott a testénél látható ez a hajó, ami a reményeket szimbolizálja, azon kívül ez a férfi uralkodik
a víz eleme felett, és a víz eleménél érzelmekről van szó. Én ezt úgy tudom elmagyarázni, itt lesz közeledés, testi kapcsolat is, és ez a férfi kimutatja az érzelmeit. A harmadik képen az ötös szám látható, ezek lehetnek külső befolyások, valami vagy valaki zavar benneteket, és itt ennél a kártyánál a föld eleméről van szó, az érmékről van szó, az lehet az anyagiakat illetően, a munkát illetően, vagy valaki pénzt akar tőle, de mivel a föld elemét is jelenti, így most nem könnyű az álmokat, a vágyakat megvalósítani, mert türelemre van szükség. És most megtekintjük, mi várható a vasárnapi napon. Itt ennél a kombinációnál én az alul látható kártyával kezdeném. Ha nézem ezt a képet, nekem mindig Botticelli, Vénusz születése, ez a festmény jut eszembe. Tehát Vénusz bolygóról van szó, és ez jelenti a szerelmet, jelenti a te nőiességedet és a te szépségedet. És ez áll itt a középpontban. De ha megtekintjük a felső kártyát, ott a kelyhekről, tehát a víz eleméről van szó, ami érzelmekre utal. Ez kivált nálad bizonytalanságokat, mert itt a múlt is játszik egy szerepet, és jelen pillanatban még nem tudod azt, hogyan alakulnak a dolgok, mi várható rátok a közeljövőben, miért van így. Mert ő benne van ebben a kalitkában, és nem szabad, nem tudja kimutatni az érzelmeit, vagy azért, mert még van egy pár kapcsolata, vagy azért, mert fél attól, hogy te őt nem fogadod el, nem tudja kimutatni az érzelmeit. Van nála egy ilyen belső húzavona. De ami fontos, így a hétvégén, légy magabiztos, mert az ő szemében és az érzéseiben is te vagy itt ez a Vénusz istennő, és csodál téged. Itt is arról van szó, hogy idő kérdése, amíg ő döntéseket hoz, amíg ő nyíltan beszél arról, hogy mit akar, és kimutatja az érzelmeit. És ez volt a hétvégi jóslásom. És visszatérve az akcióra, amennyiben érdekel, írj e-mailen keresztül. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!